Megrendezték a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége által életre hívott országos székely találkozót a Magyarság Háza és a házigazda Hőgyészi Székely Kör társszervezésében. Szentmisével indult a rendezvény, díjak átadásával, majd kötetlen programmal, beszélgetéssel. Találkoznak ilyenkor a tagegyesületeink, külföldről érkező aldunai székelyek, Érdről érkezők, és egy jó közösségi nap számunkra a mai. Nálunk a hagyományápolás ez egy kicsit másképp alakul. Én nagyon idős szülők, legkisebb gyermekek vagyok. Én voltam az a buba, akit édesapám már 50 éves esztendős korába kapta a jó Istentől. Úgyhogy én nem bele tanultam, hanem ebben éltem. Nálunk mindennapos volt az, hogy imádkozni kell, mindennapos volt az, hogy bukovinai ételeket ettünk, mi úgy éltünk, ahogy a szüleim nőttek fel. Mivel idősek voltak, ők későn vetkeztek ki ezekből a dolgokból, és én ebben meg így szerencsésen belenőttem. Amikor átvettem 2020. november 30-án az Egyesületet, és igazából beleláttam ebbe a munkába, akkor jöttem rá, hogy ez nem mindenki számára természetes. Van, aki a mai napig is hoz otthonról valamicskét, de sajnos a legtöbb ember, főleg a gyerekek, már csak itt hallanak nálunk arról, hogy milyen volt Bukovinában, hogy éltek, milyen a viselet, miért karinca a karincas, miért akkora, amekkora. Tehát számunkra azért fontos, hogy ne vesszen el az, ami a szüleink mindennapjainak a része volt. Az én unokáim már úgy nőnek fel, hogy egy-két kifejezés, egy-két szó már rájuk ragad. A tánccsoportnál meg természetes, hogy már a viseletet tudják, hogy melyiket hogy hívják. A találkozások meg azért fontosak, hiszen itt tudjuk megbeszélni azt, hogy te mire emlékszel, s ken mire emlékszik, és ezt hogy hordták, s a ruhát úgy kötötték a fejükre, vagy hátrafelé. Meg tudjuk beszélgetni nem csak a múltat, nem csak a jelent, hanem azt is, hogy hogyan tovább. Kinek milyen van a tarsójában, és ki mit hogyan tud továbbadni. Hát ezért fontos ez a mai nap nekünk. Itt mi málét főztünk, nagy hagyománya van a bukovinai székelyeknek a málival kukoricadara, és azt kínáljuk szalonnával, jutúróval, tejföllel. Nagyon szeretik az emberek. Aránylag egyszerűen kivitelezhető, bográcsban főzzük, férfiak főzik, és mi csak ízesítjük és kiszolgáljuk őket. Bukovinai székesség életében az, hogy rendszeresen találkozzunk, és összefogjunk, és összetartsunk, ez szinte minden napunkban fontos, de évente, két évente fontos, hogy a távolabbi barátainkkal is találkozzunk. Szoktuk mondani, hogy a szeretetet is gyakorolni kell. Ez is olyan, találkozunk különböző rendezvényeken, de ott csak egy része van ott. Ide, amikor székely találkozókat szervezünk, igyekszik mindenki eljönni, és ez egy valódi ünnep. A szervezők is, a résztvevők is, mindenki próbál ismerőt szerezni, barátot, és megpróbálnak nagyon jól érezni magukat. Hát a bukovinai székelység életében a hagyomány ápolás még fontosabb, hiszen mi is magyarok vagyunk, székelyek vagyunk, de a székelyek egy speciális csoportja, és ez különösen fontos, hogy ne vesszünk el a süllyesztőben, ne tűnjünk el, hanem vigyük tovább. A gyerekeink, hát nem igazán találkoznak a mindennapi életben a bukovinai székely hagyományokkal, hogyha nem szervezünk nekik óvodai, iskolai társcsoportokat, társcsoportos összejöveteleket, ha nem tanítjuk meg az alaplépésekre, ha nem tanítjuk a meséinket, és nem jönnek a közösségünkbe, akkor igazi azt kell mondani, hogy a jövő nemzedékét elveszítjük. Többek között ez egy nagyon fontos elem, hogy az ifjúságot bevonjuk szakmai tudással, most így nevezem ezt, természetesen néprajzi és kulturális tudásról szól ez. Ezt próbáljuk meg minél inkább átadni, és akik idősebbek, és minden nap a napi életük mellett a hagyományokat ápolják, azoknak is fontos a megújulás, és hogy érezzék, hogy fontos, amit csinálnak,
és fontos, hogy gondoljunk rájuk, és elismerjük őket. Székely találkozóra gyűltünk ma itt össze. Ugye nincs is minden évben, nincs is minden hónapban ugye egy különleges alkalom, hogy össze tudunk így jönni. Különböző tagegyesületek, idősek, fiatalok. Nálunk különösen a fiatalok bevonása is fontos, hogy elhozzuk őket, eljöjjenek, és ők is lássák, hogy mibe éltek valamikor az idősek, miket énekeltek, táncoltak, és hogy ez egy élő, létező kultúra, és ők is legyenek büszke résztvevői ennek a székely találkozónak és a székely közösségnek. Évtizedes munkának az elismerése, ugye egy 60 éves történetünk van, amiben én egy 20 éve vagyok most már benne. Tehát mindenképpen egy jó visszacsatolás, hogy jó úton járunk. Visszacsatolás a szülőknek, hogy a gyerekeket jó helyre engedik el. Visszacsatolás a középkorosztálynak is, hogy a munkájukat kicsit félretéve, a házi munkát, a pénzes munkát, hogy érdemes a szabadidőt erre eltölteni, hasznos, és így kifizetődő, mások is értékelik, és egy ilyen szép díjat tudtunk kapni. Asszonykórusunk van, aki énekléssel foglalkozik, illetve a gasztronómiai hagyományokat ápolja. Betlehemes csapatunk működik karácsony tájékán. Egész évben három tánccsoportunk próbál, és emellett részt veszünk különböző rajzversenyeken, mesemondó versenyen, tehát egész széles a paletta nálunk. 35 évvel ezelőtt alakult meg a Székely Szövetség, most már Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége a neve. Azt annak idején Bonyhádon 16 egyesület hozta létre, tagkör. Most 46 ilyen működik Tolna megye déli részén, elsősorban a Völgységben, Észak-Baranyában, Ért környékén, illetve Bács-Kiskun egyébben három településen, Dél-Erdélyben és az Aldunánál Vajdaság déli részén. A Székely Szövetségnek is, illetve a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének is köszönhetően a népcsoportunknak a kultúráját, hagyományait, szokásait, népviseletet, minden egyebet talán sikerült jobban megőriznünk. Kevés olyan magyar népcsoport van, mint mi, talán egy se, akiknek ennyire megvan kutatva a történetük, a néprajzuk, a hagyományaik. Ismerjük az 1941-ben áttelepült embereknek, szinte mindenkinek megvan a képe a hazatérőkön. Ismerjük mindenkinek a családfáját, ez is elkészült már. Tehát, hogyha valaki bukovinai székely, akkor 98%-ra biztosan meg tudjuk mondani 1700-as évek elejéig az összes ősét. Aztán a DNS-ünket is megkutattuk, tehát a nagyobb családoknak megvan a DNS vizsgálata. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez a népcsoport komplex módon megvan kutatva, de nyilván nem csak a múltunkat tudjuk, hanem lehet látni, hogy van jelenünk, és nagyon reméljük, hogy a gyerekekre, a fiatalokra alapozva jövőnk is van. Úgyhogy ezen dolgozunk, reméljük, hogy sikerül. Én azt gondolom, nem a kormánynak fontos az, hogy ez legyen, hanem nekünk magyaroknak, a magyar nemzetnek fontos az, hogy erős közösségeink legyenek. Erős közösségeink legyenek itt Hőgyészen, Tolna vármenyében, Baranyában, mindenütt, ahol mi élünk, nem csak székelyek, hanem magyarok, mert ezeknek az erős közösségeknek köszönhetően beszélhetünk arról, hogy van egy erős nemzettudatunk. És hogyha az erős, akkor bármilyen nehézség, de siker mellett is össze tudunk fogni. Ne felejtsük el azt se, hogy a magyar válogatott ma délután játssza az első meccsét. Úgyhogy reméljük azt, hogy itt a székely találkozó alkalmával is minél többen majd elhúzódnak a kivetítő felé, és együtt drukkolhatunk a magyaroknak. Reméljük azt, hogy meg is nyerjük a meccset.